Kipróbáltuk az önök ízlését. 23 évig volt arra, hogy felépítsék a saját kultúrájukat. Így születtek a valóságsók, a szappanoperák, a Bundesliga frizura, a Pankráció, a Romeo és Julia musical, a gyermekszépségversenyek, Michael Flatley, világslágerek Pán Sípra és Okarinára, a hitvány ejtőernyős Elvis imitátorok, a makkos cipő és Richard Lederman. Az önök ízlése leszerepelt. Átvesszük az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Ez az önkényes mérvadó, a Spirit FM-en. Kedves hallgatóink, szervusztok! Ezúttal Murányi Pál társaságában köszöntünk benneteket, és egy világhírű kozmetikai márkával kapcsolatos hírünk van számotokra. A világhírű kozmetikai márka a fiatalok körében kifejezetten népszerű Lush bejelentette, hogy szinte teljesen megszüntetik jelenlétüket a közösségi oldalakon. Az egész életemet azzal töltöttem, hogy a termékeimben elkerüljem a káros összetevőket. Mára óriási mennyiségű bizonyíték van arra, hogy a közösségi média használatával kockázatnak vagyunk kitéve. Nem vagyok hajlandó kitenni a vásárlóimat ennek a kárnak, úgyhogy ideje kivenni ezt az összetevőt, mondta el erről a vállalat alapítója és vezérigazgató Mark Konstantin. Hát szkeptikusak vagyunk, amikor egy cégvezér az erkölcsi megfontolásokra hivatkozik, mert általában azt figyeltük meg, hogy ezek a cégvezérek, ezek csak a profit érdekében mozdulnak, és hogy minden fillérrel, minden fillért meg akarnak kaparintani, és hogy ők nem vonulnak ki egy platformról, ami nekik 3 cent profitot hoz, csak hogyha kényszerülnek rá. A beszámolóból, hogy kényszerűre azt mondja, hogy a közösségi média használatával kockázatnak vagyunk kitéve. Ez kicsit áthallásos ugyan, de én úgy gondolom, hogy a profitjának van kockázata, tehát a profitja kerül veszélybe, hogyha, vagy ő úgy érzi, hogyha a közösségi média felületeket tovább használja, mert erre precedenseket láttunk az elmúlt időszakban. Uh-huh. Valószínűleg arra gondol, így azt hiszem, hogy a Facebook, Instagram, WhatsApp és TikTokról vonul ki, ugye ezek, talán ezek a felületek gyűjtik a háttérben a legtöbb adatot rólad, míg mondjuk, mit tudom én, a Telegram alig teszel valamit a telefonodnak az egyébként szolgáltatott információiban. Az állítólag azért elég fontos itt. Én ugyanúgy, ahogy a Robi, kételkedem benne, hogyha ez a PR szempontjából nem volna számukra előnyös, akkor ugye beleállnának, de azt is érdemes észrevenni, hogy pont a Lush esetében, ami tényleg igyekszik mondjuk organikus alapanyagokat használni, így tudtommal, neki a vásárlói bázisa olyan, aki számára ez az üzenet egy pozitív PR üzenet. Nem az van, hogy de hülye vagy, kivonulsz a közösségi médiából, hanem ők a felelősen viselkedni próbálók, és az ő fülüknek ez egy jól csengő akció, hogyha látják, hogy a social media jelenlétükből nem jön be annyival több vásárlás, mint egyébként is. Nem ez az a csatorna, ami okozza az online vásárlásokat, különösen nem az Instagram, ahol ugye egy normális linket nem lehet elhelyezni, akkor megkockáztatja, hogy figyelj, ebből itt kiveszek, 2%-ról lemondok, mert hetet nyerek a másik oldalon. Hát a közösségi médiának a felhasználói továbbra is azért inkább a tínédzserek, meg a 20 évesek, hogyha ez egy luxus márka, ez a Lush, akkor valószínűleg az ő vásárlói nem ez a korosztály eleve. Megfizethető, és kifejezetten 20 évesek is simán, aha, simán veszik és hozzáférnek. Akkor én simán csak ebben látom az okát a dolognak, hogy tartanak attól, hogy a közösségi médiában való szerepléseik révén céltáblái lesznek valamilyen csoportnak. Milyen csoportnak? Hát mostanában meglehetősen népszerű a közösségi médiában egymást ostorozni, és erre az elmúlt mondjuk 5 évben kifejezetten... Gondolj a J.K. Rowlingra, tehát olyan csoportnak, megélhetési sértődő csoportok ilyennek alakultak ki, ilyennek, akiknek kifejezetten az a profiljuk, hogy azt lesik, hogy a közösségi médiában különféle cégek, különféle híres emberek milyen olyan megnyilvánulást tesznek, amiben ilyen vagy amolyan ideológiai alapon bele lehet kötni. Egy ilyen woke culture kivégzéstől tartva
szinte elsőként kanyarodnak le erről a médiumról. Igen, viszont ezek a trendek sokkal gyorsabban változnak, mint maguk a közösségi média platformok, és emiatt kerülnek emberek olyan helyzetbe, hogy 8 évvel ezelőtt, ami még vicces volt a Twitteren, az most ahhoz vezet, hogy kirúgják őket mondjuk a filmrendezői állásukból. És egy cég esetében ugyanez a dinamika érvényesülhet. És hogyha mondjuk... Azért a Twitterjüket megtartották. Ha mondjuk J.K. Rowling 5 évvel ezelőtt úgy döntött volna, hogy kivonul a közösségi média felületekről, és nem lenne jelen sehol, se a Facebookon, se az Instagramon, sehol, akkor megúszta volna a leszámolást, amit intéztek ellene, akkor nem tudták volna kirekeszteni a naprendszerből is. Akkor nem tudták volna kicsontozni és kizsigerelni, ahogyan nem, tették. Nem tudták volna, hiszen az egész leszámolást egy Twitter bejegyzése okozta, ahol... Tehát ezt okozhatja egy újságcikk, vagy egy televíziós bármi nyilatkozat, tehát aki a mainstreamben jelen van, ott is el tudja ejteni azt a mondatot, ami éppen elég és ugyanúgy tolni. És ugyanúgy lemészárolnak utána a Facebookon, függetlenül attól, hogy... válaszolni sem igen, tudsz az igen, ottani és, saját igen, felületeden. És még csak saját felületeden. Sincs, ahol megvéd magad. Én ezt értem, de mondjuk egy újságinterjúra fölkészülsz, odamész, megcsinálják veled, megvágják, elolvasod, lesz belőle valami. A Twitterre meg vezetés közben, amikor éppen befékeztek előtted, és ideges vagy, és amúgy is minden bajod van, akkor beírsz valami vállalhatatlan dolgot, amire utána sokkal könnyebben ráugranak. Én értem, de most akkor ennek nyomán az a helyes következtetés, hogy ki kell vonulni ezekről a felületekről? Nem az, hogy autózás közben, miközben éppen dudálnak rá, ne posztolj. Tehát, hogy nem az lenne a helyes megfejtés, hogy gondold meg háromszor is, mert ez egy veszélyes terep, ahol bizony levadászhatnak bármelyik percben, ésszel nyilatkozzál, de ez vonatkozik ugyanúgy az újságinterjúkra, vagy a tévés megjelenésekre, mint a posztjaidra. Itt a veszélyek alatt azért ők a felhasználókat érő veszélyekre gondolnak, és ez nem csak az adataikkal való visszaélés, ugye ezt láttuk mondjuk, nem tudom, 1-5 évvel ezelőtt. Cambridge Analytica pontosan, botrán. De arra is gondol, hogy nincsen megszűrve az, hogy ki szól hozzá, és milyen internetes ragadozó keríti be annak a social media felületnek a chatszobáiban. És akkor ehhez próbál szerintem csatlakozni. Egyébként én ezt ettől a PR motivációtól eltekintve azért mégis egy mérföldkőnek tartom, mert én nagyon hülyén éltem meg azt, amikor megérkeztek ezekre a felületekre a cégek. Emlékszem rá, amikor így végig suhant 1-2 év alatt, hogy kell applikáció, és kell Facebook oldal, és hogy minek? Hát azt még nem tudjuk, de kell, mert látjuk, hogy kell. Marketing szemmel nézve el tudjuk képzelni, hogy ez hoz a cégnek, hogy ő kivonul ezekről a rendkívül értékes felületekről, és ezáltal mondjuk legyárt egy 3 napon keresztül tartó élményt, hogy hát ők a felelős cég, ami 3 nap után már senkit nem fog érdekelni, már nem is fog rá senki emlékezni, de a távolmaradásuk ezekről a felületekről ez tartósan megmarad. Hát el tudjuk képzelni azt, hogy az a menőség, amit ők ezzel a gesztusukkal felhajtanak, az ér annyit, mint a jelenlét a Facebookon, a jelenlét az Instagramon, pusztán marketing szempontból. Erősíti a brandet. Én úgy gondolom, hogy nem ez a lényeg, hogy ez hoz nekik, hanem hogy egy veszteséget kerülnek el vele. Egy potenciális jövőbeli veszteséget generálnak egy másik veszteséget, de generálnak egy másik veszteséget vele. Nyilván kiszámolták ezt, hogy szerintem nekik beleállnak egy fél évre, megnézik, hogy mik a számok, és utána majd meggondolják. És hogyha kiderül, hogy nem jött be, akkor egy szó nélkül fognak visszakullogni. Úgy, van. Abból nem lesz hír, abban az nem lesz kihirdetve, hogy de mi mégis úgy döntöttünk, hogy ez a kockázat, nem kockázat. Vagy lesz valami olyan hír, hogy akkor mit tudom én, a Facebook vagy az Instagram tovább szigorította azt, hogy milyen tartalommal találhat meg téged egy nem ismerősöd cseten, és akkor erre fel meg visszajönnek, hogy na ez az, akkor elértük, ezt nekünk köszönhetitek szívesen, vagy ha nem jönnek vissza, akkor viszont elsők voltak szinte ebben a hadjáratban. Volt már egyébként példa arra, hogy a The Ordinary nevű márkát is forgalmazó cég, a DCM alapítója és résztulajdonosa, az egyik
egyik napról a másikra kivonult az Instagramról, meg bezáratott minden boltot pénzügyi visszaélésekre hivatkozva, hogy a tulajdonos társa, aki egyébként a befektetője az Estée Lauder csoport, az nem kezeli úgy a céget, ahogy ő gondolja, most a csávó az tényleg akkor átment, ki tudja milyen tudatmódosítókon, hogy nem csodálom, hogy leállították, de erőszakosan állították le, tehát beleegyezése nélkül, akarata ellenére beszámíthatatlannak minősítették 2018. júliusban, vagy valami ilyesmi időben, kényszergyógykezelésre küldték, közben kigolyózták olyan szinten a DCM-ből, ahogyan a Steve Jobsot az Apple-ből, és ez az ember a következő januárban leugrott a 26. emeleti lakásából. És ez a fickó volt az, akire lehet azt mondani, hogy őrült, de azon látszott, hogy egy nap alatt dönti el, hogy jó, akkor nem csináljuk az egészet, hanem tiszta. Ehhez őrültnek kellett lenni. Ő tényleg komolyan is gondolta. Itt a Lás esetében ez sokkal inkább tűnik egy megfontolt döntésnek, amit meghozott egy igazgató tanács. Én továbbra is azt gondolom, hogy abban az esetben, hogyha ennek a márkának a számai azt mutatják, hogy a közösségi jelenléte nagyon sokba kerül, és nem kimutathatóan növeli az eladásokat, akkor viszont a veszélyei a közösségi médiában való jelenlétüknek túlságosan nagy, és akkor érdemes leállítani. Uh-huh. Én se értettem azt, én is ott voltam, amit említettél, amikor így végig söpört a 10-es évek elején, hogy minden cégnek kell közösségi médiás megjelenés, és föl kell vennünk a közösségi média tartalomfejlesztőket és gurukat, hogy akkor ott legyünk a Facebookon, a YouTube-on, a Twitteren, a mindenhol is, és nem tudták mivel feltölteni ezeket a felületeket. Tehát ez a klasszikus, a lájkolta is a Facebookon a kőbányai élesztőgyárat. És így, hát jó, minek? Igen, szerintem ez hozzájárult ahhoz, hogy mindenki életstílus termék akarjon lenni, és el is higgye, hogy van olyan fontos dolog az a sok termék az életben, hogy nem tudom, 60-hoz viszonyuljon egy ember olyan lelkesedéssel, mint eddig 2-höz. Nagy a kísértés, hogy minden termékből reprezentációt, státuszszimbólumot gyártsanak. Ugye a termékek rohamosan válnak el a funkciójuktól, és rohamosan nőnek hozzá ehhez a marketing érzésvilághoz, ehhez a mivel reprezentálom magam, mi az, ami az én társadalmi státuszomat kifejezi. Egyre kevésbé látni akarok a szemüveggel, egyre inkább látszani akarok a szemüveggel. Egyre kevésbé közlekedni akarok az autóval, egyre inkább kifejezni magamat óhajtom az autóval, és így tovább. Tehát egyre kevésbé a funkciónak élünk, és egyre inkább a látszatnak, egyre inkább az élménynek, és nem csak az általunk élvezett élménynek, hanem az általunk generált, keltett élménynek élünk. Én minden esetre nagyon imponálónak tartom ezt a döntést, amit hoztak, és én bevallom, hogy egyáltalán nem bánnám, hogyha nem csak cégek, hanem magánszemélyek is, vagy akár köznyilvános személyek is rohamosan és tömegesen szakadnának le a közösségi médiákról, illetve hagynák el ezeket a platformokat. Ez az Önkényes Mérvadó Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Murányi Pállal itt a Spirit FM-en. Bencsik Tamara, a 2008-as Megasztár 5. helyezetének esnője OnlyFans oldalt indított. Bencsiknek nem ez az első találkozás az erotika világával. 2010-ben a magyar Playboy címlaplánya volt. Hogy szalad ez idő? 2010-ben volt a Playboyban. Egy megasztárosról beszélgetünk. Nem a legjellemzőbb továbbtanulás, azt hiszem, az OnlyFans-es szereplés. Ha valaki nem tudná, mi az az OnlyFans, ez egy, képzeljétek el egy olyan weboldalt, mint a Patreon mondjuk, ahol havi előfizetéssel előfizethettek zárt tartalmakra, ezek azonban felnőtt tartalmak, és hát nyilván Bencsik Tamara esetében is erről van szó, és jellemzően ilyen, hát hogy magukat Instagram modellnek nevező nők, vagy pedig konkrétan a pornó világában hivatalosan is dolgozóknak a
a fusi melója, a plusz bevétele származik innen. Nem is kevés egyébként. Hányan követik? Én úgy láttam, hogy 289 előfizetője van jelen pillanatban, de mióta megkaptam a hírt, ez a szám már növekedett. Ja. És ez, akkor ez ilyen már közel ilyen milliók forint körüli gázsi, mínusz nyilván, amit ez a platform levesz belőle, nem? Igen, hát valószínű, hogy ez tovább fog növekedni, mert Bencsik Tamarának van egy Instagram profilja, ami 14.300 ember követ. Uh-huh. Ezen ilyen, hát, szofterotikus tartalmak vannak, tehát ez a bikini modell szintű tartalmak, és feltételezem, hogy az OnlyFans oldalán pedig a bikini nélküli tartalmak érhetők el valamilyen előfizetésért cserébe, és ezt gondolom, hogy ezt a 14.300 követőt, amit az Instagramon nehéz monetizálni, ezt az OnlyFans-en viszont uh-huh. esetleg könnyen uh-huh. tudja monetizálni, és próbálja vélhetőleg az OnlyFans-re átirányítani uh-huh. őket az Instagramjáról. Azért itt lehet egy benyomásunk arról, hogy amikor Berki Krisztián és Mazsi utódnak adnak életet, és ezt streamelik, akkor ott valójában hány ember fizet érte. Értem, hogy megnézik az előzetes, uh-huh. vagy az ingyenes egy percet, de látod, hogy a 14.000 követőből néhány nap alatt a 300-nál nem tartunk, és itt egy 2700 forintos, tehát alig a kétszerese összegről van szó, mint amiről ott szó volt. Viszont arról azért beszéljünk, és inkább erről beszéljünk, hogy ez a privát kereskedelmi televíziós sztárgyár, ahol 3 évre vagy 2 évre gyártanak le úgy hírességeket, hogy előtte sose hallottál róluk, és utána esetleg néhányan bekerülnek, hogy asztalon fetrengő zsűritagok legyenek, mi lesz a többiekkel? És úgy tűnik, hogy például egyébként ez, de ez egy jó megélhetés, és nagyon szép nő, ez egy választás, és tudod, talán itt van az, hogy ez lehet a saját választása, és nem érzed azt, hogy na akkor most vették el az útlevelét valamilyen kétes országban, vagy ki tudja, hogy milyen ember jár rá a Rákóczi tér környékén egy lepukkant lakásban, ahol felnőtt munkát végeztetnek vele, de azért jegyezzük meg, hogy itt a felnőtt munkába érkezett meg az énekesként indult tehetség. Igen, hát én nem látok őszintén szólva problémát ezzel a pályaválasztással a magam részéről. Az OnlyFans egy nagyon kiváló oldal abban, és attól is lett ennyire hirtelen és ennyire nagyon népszerű a világban. A világ egyik leglátogatottabb oldala lett így hirtelen, így a top 200-ba, top 100-ba van az OnlyFans. Azért is lett ennyire népszerű, mert a tartalomszolgáltatóknak, akik OnlyFans-es tartalomszolgáltatók, egy nagyon jó, nagyon kényelmes, nagyon jó platformot produkál. Gyakorlatilag egy Instagram, ahol zárt tartalmak vannak, és a zárt tartalmak megtekintéséért te havidíjat fizetsz, hogy azokat láthasd. Tehát ez teljesen jól működik, és egyre többen csinálják, és meglehetősen jó megélhetést produkál nekik. És hát ez az oldal egyre több és több lányt inspirál arra, hogy a testéből éljen meg. Embert. Hát tulajdonképpen... Mindenféle embert, igen, nem csak lányokat. Igen, de zömében lányokat. Tehát hogy azért tudod, persze lehet mondani, hogy embert, de amikor 10 tartalomgyártóból 9 nő, akkor... Jó, tudom, ez, igen. És szerintem az arány lehet, hogy még ennél is nagyobb a nőknek a javára. Szóval az nagyon jellemző, hogy a kereskedelmi televíziók által félig megemésztett és kiköpött emberi sorsokat, aztán a pszichiátriára, vagy pedig a prostitúcióba vezeti az a talmi hírnév, amit kaptak, és amit aztán elvesztettek. Ezután már nehéz elmenni dolgozni. Ugye a szó hagyományosabb értelmében dolgozni. Az ember eljegyezte magát a nyilvánossággal, eljegyezte magát a népszerűséggel. Itt most már a nagyjából az vetődik fel, hogy milyen módon tudok megélni a personális brandemből. És amikor Bencsik Tamara úgy látta, hogy ő a személyes brandjéből már nem tud megélni, nem kíváncsiak arra, hogy hogyan énekelget, nem nagyon, nem vetődött föl, hogy a munkaerejét, vagy az intellektusát, vagy a munkaidejét adja el, hanem ő továbbra is a personál brandjéből akar megélni, akkor most egy olyan úton fogja megkeresni ezt a pénzt, amely úton, hát a hogy mondjam, a sikersztori
szellemében, hát nem jutott volna, a sikersztori szellemében ő belőle énekesnő lett volna, vagy zsűritag lett volna, bármelyik lehetett volna. Nem emlékszem, hogy énekel, de az alapján, ahogyan Csobota Adél énekel, simán lehetett volna. Zsűritag, vagy bármi egyéb, de nem lett, mert a sztárgyár úgy döntött, hogy kiköpi. Hát egy sztárgyár le is nyelhette volna, le is gyárthatta volna, de a sztárgyár, Isten tudja, hogy miért, úgy döntött, hogy kiköpi. És ebben a szituációban ő már többé nem egy állampolgár, nem olyan, mint amilyen a megasztár előtt volt. Amikor volt előtte egy csomó opció, akár elmehetett volna tovább tanulni, akár dolgozni, akár elmehetett megasztárnak. Ma már mindazok nem jelentenek opciót. Az egyetlen lehetőség az az, hogy a személyes brandjéből erotikus jelleggel éljen meg, mert máshogy már nem tud. Nekem az a kérdésem lenne, én nem vagyok annyira képben ezzel a sztárgyár vonalával a társadalomnak, hogy hozzátok lenne az a kérdésem, hogy itt beszéltél arról, akiket a sztárgyár feldolgoz és aztán kiköp. Ez a magyarországi sztárgyár, ez gyárt valójában sztárokat, olyan tényleges sztárokat, akiknek ez aztán a megélhetésükké válik, a karrierjükké, az életükké válik. Nagyon mert nekem számban, az a benyomásom... például szerintem aha. A Karamellre gondolsz, akkor ők tényleg sztárként jöttek, tehát legalábbis Magyarország egén csillagként funkcionálnak ennyi idő után mert... is, de nem akkora a csillagoknak az áteresztő képessége, mint ahány évadot megrendeznek mert az ilyen jellegű műsorokból. Én csak annyival találkoztam a témából, hogy még azok, akiket sztárnak gondolok, azok sem tudnak feltétlenül megélni a sztárságukból, hanem még amellett más dolgokkal foglalkozniuk kell. Nem tudom, nem látok bele nyilván a pénztárcájukba, de hogy itt egy nagyon nagy különbség van a kis magyar sztárok és mondjuk a hollywoodi sztárok között, legalábbis nekem úgy tűnik. Tehát, hát mivel, hogy ez a piac egy sokkal nagyobb piac, ez meg egy sokkal kisebb piac. És persze, én ezt értem. Ma azért Majka papa eléggé sztár, nem? Ő azért eléggé. Ő azért megcsinálta. Tehát azért látunk olyat, hogy valakinek bejön a művelet. Hogy valakit a sztárgyár az a tenyerére emel, és a pajzsára emel, és körbehordoz, mint tényleges hírességet, és mint a figyelmünkre, meg az érdeklődésünkre valóban avatott, és valóban méltó köznyilvános személy. De ez annyira kevés ezeknek az embereknek a száma azokhoz képest, akik egy rövid ideig voltak sztárok, és utána visszatértek a magánéletbe, és egyéb dolgokkal kezdtek foglalkozni. Az sem véletlen, hogy a való világnak, meg egyéb valóságsóknak a hőseiből nagyon gyakran lesz bűnöző. Az sem véletlen, hogy például a Megasztár 4-ben feltűnt Fekete Dávid az jelenleg börtönben ül. Ugyanebben a Megasztár 4-ben, amiről beszélünk. Hát ha sztárolnak két éven keresztül, és két éven keresztül havi, nem tudom, 3 milliót a zsebedbe raknak, amit te elszórsz, és aszerint élsz, és utána ott állsz úgy, hogy most akkor mit csináljak, és van mondjuk egy érettségid, vagy egy 8 osztályod, hát akkor... Na most már tapintjuk a problémát, arról akkor, van szó. Akkor elég világos az, hogy igen, ott állsz akkor Kőbánya városközpontba, szétnézel, és nem tudsz már elmenni 220 ezer nettóért valahova dolgozni. Pontosan ezekről a számokról van szó. Nekem több ismerősöm szerepelt döntősként ilyen műsorokban. Amíg megy a hakni, addig 2-3 millió forintot heti rengeteg fellépéssel össze lehet söpörni, de aztán, ha ez nincs, akkor elmész asszisztensnek az orvosi ruházatot gyártó céghez, vagy valami kis marketingügynökséghez telefonálgatni az ügyfelek köré, és megkapod ugyanazt a munkahelyet és azt a széket, amit bárki más bármikor. Emberileg borzasztó nehéz lehet az, hogy rád odafigyeltek egy időn keresztül, vagy legalábbis te ezt így élted meg, figyelem összpontosult rád, pénz összpontosult a zsebedben, a legjobb ruhákba jártál a szponzorok miatt, stb. Olyan autót adtak neked egy időre, amit soha nem fogsz tudni megengedni magadnak, és akkor utána egyszer csak ez az egész eltűnik, széthullik, és hát ember legyen a talpán, aki ezek után fogja magát, és beül telefonálgatni egy marketinges céghez. Na hát elhitted, mert elhitted azt, amit mondtak neked, azt, amivel hülyítettek. Áldozatok elhitted, ezek az emberek. Igen, abszolút. Hát hogy ezek a megasztárok,
meg ezek a VV hősök, ezek elhitték, hogy az ő személyük valóban annyira különleges, valóban annyira érdekes, valóban annyira nagyszerű, amennyire azt a sztárgyár hazudta nekik ahhoz, hogy ők úgy parádézzanak a képernyőn, ahogyan a sztárgyár ott és akkor a reklám előtt 3 perccel igényli. És ezek az emberek elhitték, hogy tényleg megérdemlik a hírnevet. Elhitték, hogy a villában előadott zendülésük, vagy a Megasztár színpadán előadott ajvékolásuk, vagy óbégatásuk, vagy adott esetben éneklésük, az köznyilvánosságra, köznyilvánosságot érdemel. És hogy ők valóban méltóak az embereknek a figyelmére, a rajongására, az érdeklődésére, és ők tudod, azután, hogy ezt elhitték, és elveszítik az embereknek a figyelmét, ők ebből nem azt a következtetést vonják le, hogy nem voltam méltó soha, mert hazudtak nekem, és a legnagyobb hiba volt elhinnem ezt a hazugságot, hanem ők, mert a kognitív diszonancia nem engedi, ezt redukálniuk kell, és a megfejtésük a helyzetre az lesz, hogy én megérdemlem, természetesen megérdemlem a nyilvánosságot, elvették tőlem méltatlanul, elvették tőlem méltánytalanul, és nekem vissza kell szereznem, vissza kell hódítanom, minden áron. És hogyha nem tudom a képernyőn, akkor majd a pornóiparban, akkor majd az OnlyFans-en, akkor majd a bűnvilágában, akkor majd, de, hogy én a sikerrel el vagyok jegyezve. Hiszen már jártunk a sikerrel, ott voltunk a Megasztár színpadán, ott voltunk 2 millió embernek a nappaliában, a képernyőjén. Ez a siker, ez hozzám tartozik, és most el akarják venni tőlem, mert másnak akarják adni, jogosulatlanoknak, és én nem adom, tudod? És ez vezeti ezeket a szerencsétlen embereket a börtönbe, meg a szexmunka világába, meg hát a pszichiátriára, nem ritkán. Ez a teljesen hétköznapi munkavilágában is ott van ez a jelenség, hogy az ember összekeveri a saját értékét annak a tőkének az értékével, amit a gondjaira bíznak. Tehát ha egy óriás cégnél kapsz egy állást, és csodák csodája nem 300 ezer forintot keresel, hanem 1 200 000-et, nem érsz 4-szer annyit, mint az a másik ember. Lehet, hogy többet érsz egyébként, de rendelkezel azzal a tudással, és hála Istennek, hogy annyit tanultál, hogy rád merik bízni azt a gépezetet, amelynek az értékét egyébként ésszel fel sem tudod fogni, és a te vezetésed alatt, ami gyakorlatilag egy tanítható szakértelem, mondjuk egy gazdasági tudás, az alatt az a tőke nekik eleget termel a fizetésednek a sokszorosát, és úgy gondolják, hogy miért ne adják oda neked annak a 10%-át, amit a te munkád megtermel. De valójában ott a pénzt a tőke termeli, és te segítesz azt a tőkét a szekéren ülve hajtani. De maga a szekér és a két ökör az, ami a munkát végzi. Te pedig az irányítást. És ugyanezt történik itt is, hogy bár itt ugye personal brandingről van szó, hiszen itt ez egy sztárgyár, de a sztárgyárban a tőke hajtja be a figyelmet, ami ez esetben pénzt is jelenthet, hiszen már a meghallgatáson is egy komplett színház volt teleültetve közönséggel, hiszen már az első szerencsétlen kiesőt is 800 ezeren vagy 1,5 millióan nézik a televízióban, hozzájuk nem tartozik ez a figyelem, tehát világos, hogy itt a figyelemnek és a bevételszerzésnek a nagyobbik része az tőke, és az nem te vagy. Te üzemeltetni tudod azt a tőkét, ami a televízió műsor ebben az esetben. Nagyon szomorú ez a történet ezzel a sztárgyárral. Nem mondom, hogy még sosem hallottam, de így most nagyon exakt formába körvonalaztuk. Lehet, hogy naív a kérdés, de foglalkozik valaki ennek a sztárgyárnak a károsultjaival, akik ezek szerint azért több százan vannak már mostanra? Foglalkozik, de csak addig, ameddig nem ér véget az évad. Van ezek a televízió csatornák, ezek szerződtetnek pszichológusokat, amely pszichológusoknak az a dolguk, hogy mondjuk évad közben valamelyik VV hős, amíg még nem szavazták ki, ne omoljon össze ott a villában,
ne roppanjon össze valamelyik meg a sztár, mielőtt még nem távozott a sztárgyár reality-nek a színpadáról, hanem addig ő ott teljesíteni pozitív tudjon. Pozitív értelembe gondoltam a foglalkozást, nem úgy, hogy még tovább roncsuk a helyzetüket pszichológusok által. Igen, hát, de ezt tudod, ez olyan, mint a frontsebészet. Nem az a cél, hogy egészséges legyél, az a cél, hogy tudjad folytatni a háborút. Igen. Hát valójában ők addig foglalkoznak velük, ameddig az ő produkciójuknak, az ő showjuknak az igényei, a szükségletei azt megkövetelik. És onnantól kezdve ezeknek az embereknek a keze el van engedve, és tudod, nem gondoskodik róluk senki, semmilyen módon, mert kifacsartuk őket, és eldobtuk, és meg lehet nézni, hogy például az első Big Brother győztesével, Évivel mi van. Évinek az egész sorsa lecsorgott a lefolyón. Évinek vége lett, és azóta is pszichiátrián van, hogyha jól tudom. Azt is vegyük észre, hogy a sztárgyár az nem csak a 18 év alattiaknak is sugározható világból áll. Tehát a sztárgyárban van egy lépcső kifejezetten a magamutogatáshoz és a szexmunkához. Ez egyébként a jogszabályokban élesen elválik. Ha ne adj Isten, befekszetek egy masszázsra, és ott kézzel törődnek veletek, az nem szexmunka, az nem erotikus szolgáltatás. Ez konkrétan itt van meghúzva, ha már bármilyen más testrésszel hozzátok érnek, leginkább orálisan, az már na-na-na-na, de ha kézzel befejeznek szépen, az nem erotikus szolgáltatás. Ezt az információt, ez honnan, mi a forrása? Kérlek szépen, nézz utána, és majd szólj, hogy tévedtem. Én úgy tudtam, hogy az aktus befejezése az, ami a választóvonal. Tehát el lehet kezdeni? Értelek, hogy nem egy közös nem az a lényeg, jó, hogy milyen eszközzel, melyik testrészeddel segítettél rá, hanem hogy vége lesz ennek a dolognak. Happy finish történik, vagy sem. Na de akkor ugye az is világos, hogy mondjuk mi pornográfia, és mi szexmunka, és mi prostitúció, és ezeket is el lehet választani, de lényeg, hogy van egy felnőtt munka világában lévő ilyen ranglétra is, amit egyébként ugyanúgy a szemünk előtt zajló színes magazinfotókkal, a szépségversenyekkel, ezekkel a magazinszereplésekkel, a jobb alsó sarok napilap félmeztelenkedéssel, és nem ritkán ugye valóságshow és egyéb televízió műsoros szereplésekkel lehet úgy meglovagolni, hogy az alkalmankénti gázsi az a kamionos 5000 forintról felcsúszson az internetes 20-30-ra, és jó, ha ismersz egy olyan embert, aki meg tudja szerezni 300 ezerért típusú napokra. És ez a prostitúciónak a ranglétrája, és nézzük meg, hogy azért ez úgy tűnik, hogy összeér már ezzel a sztárgyárral. Hogy a két világ között van átjárás, mi több, meg lehet oldalágon, nem is lehetett máshogy, és lám oldalágon meg lehet szerezni a különböző badge-eket, ezeket a rangjelzéseket egy tehetségkutatós szerepléssel, és nem feltétlenül kell CKM meg FHM címlapján lenni, vagy éppen a Playboyban, hát ott talán direktebb az, hogy az ember el tudja képzelni, hogy másra is kapható lenne, és tudod, ne engem dobáljatok meg, ha azt mondjátok, hogy de hát ő soha ilyet, meg nem. Nyilván van olyan, aki soha ilyet, aki csak lefotóztatta magát, de tömegével, ezek a nevek tömegével kaphatók arra, szépen, diszkréten és nem online hirdetve, hogy akinek erre hobbija és pénztárcája van, az tölthessen vele egy kevésbé minőségi időt, de formailag igen, kellemes társaságban. Ideje lesz mostantól már úgy gondolnunk a kereskedelmi tévék producereire, mint a stricikre? Egész nyugodtan, ez akik ezeket erős, az emberi sorsokat, Harvey Weinstein óta szerintem, mióta az a botrány kipattant, azért az eléggé köznyilvánosság előtt van, hogy a producerek és a feltörekvő fiatal színészek, vagy fiatal sztárok egy sztárgyárban milyen viszonylatba szoktak lenni. De VV szereplőnk is volt olyan, aki kerítésért állt bíróság elé, meg hát ugye az UFO zenekarral is foglalkoztunk a múltkor. Igen, tehát hogy azt látjuk, hogy ez a show business, ez összefonódik az alvilággal. És hogy itt a közös nevező, azt hiszem, hogy ez a teljes erkölcsi nihil, ez a teljes erkölcsi elzüllés,
ami mindkét szférát jellemzi és uralja. Mint hogyha arról lenne szó, hogy ha te egy ilyen megasztárnak vagy való világnak a terméke vagy, és utána eldobnak téged, tehát tulajdonképpen a hulladéka vagy, már sehova máshova nem vezet az út, mert valójában tudod, a sztárgyár fölfelé vezető lépcsősorai azok bezáródtak előtted, de meglettél fertőzve a könnyű megélhetéssel, meg a feltétel nélküli sztársággal, tehát, hogy valójában nem kell teljesítened jóformán semmit, karaokiznod kell, akkor már nagyon valaki vagy, tehát akkor már nem csak egy VV-sztár vagy, hanem tulajdonképpen énekes vagy énekesnő vagy, hogy valójában karaokiznod kell, és olyan krediteket, olyan kulturális krediteket kapsz ezért, amelyeket nem szolgáltál meg. Olyanokat kapsz, mint a zenészek. Márpedig, ha tényleges zenész vagy, és így kapod meg ezeket a kulturális krediteket, a sztárgyár nem is tud kiköpni téged, mert kiköp, de te nem az utcakövére esel, hanem egy színpadra. Egy színpadra, ahol megélsz a hozzáadott értékedből, a tudásodból. Csak hogyha neked nincsen ilyened, abban a helyzetben kiköp a sztárgyár, akkor tényleg az utcakövére esel, de már megtapasztalod, már megfertőződtél a sztársággal. Tudod, már bezárult előtted mind a sztárság realitása, mind a polgári civil életnek a lehetősége, és megmaradt tulajdonképpen az alvilág felé vezető, a könnyű pénz felé vezető kísértés. Az első kapaszkodó, amikor a sztárgyár éppen fellendít a magasba, az maga az alkotás. Az, hogy te tényleg karaokézni jöttél, vagy megjelentél egy elefántdallal. Amit nem állítom, hogy az elefántdal szerzőjéből olyan elsöprő siker lett volna, de ő tényleg a saját színpadára tudott testi. Most, ha megint elénekeled a Hallelujah-t, meg megint elénekeled a New York, és megint elénekled azt az Alicia Keys számot, meg amit tudod, azt a Whitney Houston számot, amit úgy szoktak szeretni. Mi a produkciód, miután távozol ebből a műsorból? Ez az első kapaszkodót, hogy te tényleg egy kézzenei produkció legyél, ne csak egy énekes, mert akkor rád maximum a háttérben a Disney szinkronoknál lesz szükség, vagy nem tudom, egyébként az is egy megélhetés, de akkor könyörgöm, akkor oda es. Király Viktor nyerte azt a Megasztár szériát, amiben Bencsik Tamara szerepelt. Én a Király Viktort sztárnak tartom, bár kételkedem abban, hogy a rajongó tábora annyi, mit tudom én, Budapest Park meg stadion fellépéssel ajándékozná meg, hogy abból sztárként élhet, de mint celebritás is egy nézhető, élvezhető figura mondjuk. Ő azért ebből jól jött ki, vagy jobban, mint előtte, és tényleg egy tehetséges csávó. De ugyanebben a szériában volt a Szecsődi Kari, aki akkor Karcsi, most Kari, aki gyakorlatilag szintén arról számolt be idén szeptemberben egy YouTube interjúban, hogy nem tudja a megélhetését másként biztosítani, csak úgy, ha néha szexmunkát is elvállal. És ez ugyanaz a Megasztár évad. Azért itt egy mintázatot azért csak megyünk már észre. Azt hiszem, hogy ezek mögött, az emberi tragédiák mögött, pornós karrierek mögött, meg bűnözői karrierek mögött a ki nem érdemelt siker húzódik, mint magyarázat. Valójában arról van szó, hogy úgy ünnepelték őket, hogy az az ünneplés, amit ők kaptak, az nem ahhoz a teljesítményhez kellett volna, hogy járjon. Meglettek tévesztve, meglettek vezetve, és mivel, hogy ezt elhinni olyan édes volt, mint a cukrozott méz, természetesen mindannyian elhitték, hát, hogy úgy nem énekel senki, mint ők, úgy nem hisztizik a villában senki bevodkázva, mint ők. Ők nélkülözhetetlenek, nem tűnhetnek el a képernyőről, mert hatalmas tábor zengi a nevüket, és követeli őket vissza a képernyőre. Hazugság volt az első perctől kezdve. Épp ezért nehéz őket hibáztatni, ezért hibáztatni kell azokat, akik ezt a megvezetést megcsinálták. Azzal még azért felkészülhet az ember, ha tisztában van vele, hogy ez egy múlandó dolog, hiszen ezt kapja, nem szerzi. És mivel kapja, el is veszik. Ha az ember fel van arra készülve, hogy ő vendégségbe jött ide, és el tudja engedni,
akkor ezt megúszhatja, mert itt a tragédiákat nem az okozza, hogy ők kiveszik alól a tőkét, hanem hogy ő azt a figyelmet utána az ismert ember meg akarja tartani. De mi van, hogyha a baj valójában még csak nem is a kereskedelmi televíziókkal, meg a kereskedelmi tévék producereivel van, hanem még átfogóbb a probléma, valójában a kultúránkkal van a baj. Azzal van a baj, hogy egy kis csaj, aki mondjuk 17 éves, fölmegy a színpadra, elénekel egy Alicia Keys számot, vagy egy nem tudom én, Whitney Houston-t. Mi és meg elájulunk. Standing ovation, érted? Állva tapsol a zsűri, amelyiknek az lenne a dolga, hogy a szavaival, nyelvel fejezze ki a tetszését, vagy a nem tetszését. Állva tapsol, ami a, tudod, a közönségnek meg van engedve, zsűrinek nem lenne szabad. Olyan kulturális krediteket osztunk, és ez már nem a tévés producereknek a hibája, hanem a kultúránké. Azt mondjuk egy 17 éves kis csajnak, aki a színpadon énekel, hogy ragyogj. És nem azt mondjuk, hogy menj már vissza az iskolapadba, és végezd el a gimnáziumot először is. Ez az önkényes mérvadó. Kórház? Ez az önkényes mérvadó. A kórház? Nem. Hát teljesen meg vagyok zavarodva. Jó, ezen mondjuk segíthetünk. Ez az önkényes mérvadó a Spirit FM-en. Nem szolgálunk, formálunk. Alfa, béta, delta, gamma, szigma és omega. Nekem ezek újak voltak. Én emlékszem, amikor a Modoros blogban írtunk az alfa gyerekről, amin nagyon jól szórakoztunk, és az mindig világos volt, amikor azt mondták, hogy alfa. És nekem később jött ez, hogy mondják emberekre is, hogy béta, és hogy ezen kívül bármilyen felosztás van, az nem volt világos. De ha itt a Pali szakértelme nem csal, akkor itt az etológiával van egy közös halmaz, és az erősen fel lett pimpelve, hogy tovább oszthassuk ezeket a férfi típusokat, mert amiről most beszélgetni fogunk, az végül is emberi falkaviselkedés, és a ridicule.hu cikke, meg egy angol nyelvű mém alapján kifejezetten a másik nemtől begyűjthető vonzalom témakörében bukkantunk ezekre a kifejezésekre, és végig is fogjuk venni. Na de mi az, ami innen ténylegesen az állatvilághoz tartozik? Három csoport, az alfa, béta és az omega, vagy legalábbis az általam ismert elsősorban főemlős etológiával kapcsolatos kifejezések. Most én sem vagyok járatos különösebben ebben a tudományban, nagyon leegyszerűsítve itt arról van szó, hogy ez egy csoport dinamikai fölosztás, tehát egy főemlős csoportnak a különféle tagjait tagozzuk be alfának, bétának vagy omegának. Az alfa az a csoport vezetője. Általában egy ilyen van egy csoportban, vagy egy nagyobb csoportban néhány. De mindenképpen ők a hierarchia vezetői. A béta az lényegében a csoport összes többi tagja, akik követik az alfának az iránymutatását, az omegák pedig azok, akik kívül állnak ezen a fajta hierarchián. Na most azért érdekes ez, mert ez az alfa-béta-omega ilyen egyszerűsített rendszer, ez az emberi társaságokra is nagyon, nagyon jól alkalmazható. Baráti társaságokban is jól meg lehet találni ezeket a társasági szerepeket, én azt gondolom. Meg az alfák emberi értelemben a sikerorientált emberek, a béták a kudarckerülő típusú emberek inkább, míg az omegák azok a különös emberek, akik nem egyértelműen besorolhatók egyik kategóriába sem. Ezek lehetnek mondjuk a társaság leszakadó tagjai, vagy olyanok, akik adott helyzetben alfaként, egy másik helyzetben bétaként viselkednek, de nem egyértelműen betagozódhatók sem a döntéshozó, sem a követő kategóriába. Céges hasonlattal is élhetünk, ahol az alfa a cégvezető, vagy az igazgató tanács, a béta a cégnek az összes alkalmazottja, az omega meg nem tudom, mindenki az alvállalkozóktól kezdve a cég irodaháza előtt kéregető emberig. Ebből majd megállapíthatjuk, hogy vajon az itt felsorolt delta, gamma és szigma, vajon melyikből bomlott ki. Én azt gondolom, hogy mondjuk ez nem a hordákra jellemző, ahol mondjuk 300 állat példány suhan,
hanem a falkákra, amik azért jellemzően kisebb közösségek, ilyen 15-20, igen, 40 példányból álló közösségek, van, és ott azért az előfordulat, hogy tényleg egy alfa van. De ha csak itt most kimész az utcára, és körbenézel a villamos megállóban, alfában lesz pozícionálva egy-két ember. Tehát mindenki, aki ilyen széttett lábbal ül egy széken, meg a leghangosabban beszél egy szobában, és azért ritka, hogy csak egy ilyet látok egyszerre. Igen. Nyilvánvaló, ha ott így húzunk egy ilyen nagy kerítést magunk köré, és 300-an maradunk, és azt kell mondani, hogy alfából csak egy van, akkor nekik meg kéne verekedni. Tehát aki addig a hangos ember volt a szobában, meg a terpesztve ücsörgő, csámcsogva rágózó, és ilyen görögdinnye vivő, gyúros attitűdben mozgó, akkor nekik egymás között, mert lesznek vagy 28-an, ki kell választaniuk erőszakkal azt az egyet. Nem tudom, ismerős az a kifejezés, hogy csípésrend. Ez a Baromfi udvarokban használt kifejezés, ahol szintén egy hierarchia épül föl a baromfiak között. Uh-huh. És addig nincs nyugalom a Baromfi udvarban, amíg be nem állt a csípésrend, ahol mindenki pontosan tudja a pozícióját. Uh-huh. Kik azok, akik fölötte vannak, kik azok, akik alatta vannak. Amíg ez nincs meg, amíg bizonyos pozíciókért ketten vagy többen versenyeznek, addig állandó békétlenkedés van. Ezért nem tartanak annyi kakast, nem? Többek között, igen. És be kell állnia a csípésrendnek. Na most kicsit kiterjesztve azért, ez egy nagyon-nagyon leegyszerűsített séma, ez az alfa-béta-omega. Az alfa-béta-tengely az azért nem egy fekete-fehér történet, ez egy spektrum, aminek minden ember valamelyik pontján elhelyezkedik, és így az alfák között is, tehát ha mondjuk azt mondjuk, hogy ez egy tízes skála, akkor a kilencesek és a tízesek az alfák, meg mondjuk még a nyolcasok, és akkor hetes, meg attól lefelé a béták, és ennek megfelelően tud egy csípésrend egy baráti társaságban összeállni. Nyilván kultúrában élünk, az alfa itt nagyon sok mindent jelenthet, tehát mást jelent a alfa hímnek lenni egy kocka közösségben, ahol a legmenőbb dolog az, hogy ki festette ki legszebben az ólom figuráit a terepasztalon, meg más dolog mondjuk az edzőteremben alfának lenni, aki a legnagyobb bicepszel rendelkezik mondjuk. Szaladjunk végig ezeken itt egy kicsit ilyen nőklapjás megfogalmazásban, de meg fogjuk érteni belőle mégis, hogy ezek a görög betűk itt éppen a férfiak falkájában mit akarnak jelenteni. Az alfa hím a klasszikus férfias pasi, aki rendkívül vonzó a nők számára, de még fontosabb a férfiaknak, hogy azzá váljanak. Ezek a férfiak általában rögtön a társaság középpontjába kerülnek, hangadók, akik könnyedén az újjuk köré csavarják a nőket, azonban nem feltétlenül ők az ideális apa és férjelölt. Hangzik itt a cikkben, és nagyjából hasonlóan ír az angol nyelvű mém is, és a mindegyik kategóriánál azt jelöli meg szinte legfontosabbként, hogy mennyire vonzó. Itt most szinte erről szól, pedig itt szólhatna arról is, ami egy vállalat. A vonzóság a kockázatvállalási képességéből ered. Tehát én azt gondolom, tehát abból ered, hogy felelősséget vállal, kockázatot vállal, és ezáltal biztonságot teremt maga körül ez a figura. Uh-huh. Ez lenne az alapkoncepció. Nyilván ez... De a kockázat az biztonságot okoz, mert pontosan inkább azt mondanám, hogy az értelmes mennyiségű kockázat okoz biztonságot. Ha felvállod a kockázatot a közösség érdekében, mondjuk. Tehát te vagy magadra az... Magadra vállalod, úgy érted? Igen, igen. Hát nem a közösséget. Például a hokáért, ha ülsz egy kocsmába a barátaiddal, és oda jön kötekedni az asztalotokhoz. Valaki, ki lesz az, aki először föláll, és elküldi azt az embert onnan a fenébe. Valószínűleg ez az alfa lesz a társaságból, aki ezt a lépést megteszi, vagy ő mozgósítja a béták közül azt az embert, akiről tudja, hogy 15 éve muay thai-ozni jár szabad idejében. Uh-huh. Értem. Én egy dologgal vitatkoznék itt ebből a szövegből, amit felolvastál, hogy még fontosabb a férfiaknak, hogy azzá váljanak. Én nem gondolom, hogy azzá válni úgy lehet tudatosan, vagy
Meg nem gondolom, hogy mindenkinek fontos. Tehát, hogy ez, igen, azt sem gondolom, ha csak alfa, béta és omega volna, és szerintem nem csak az van, és helyes, hogy kiterjesztették, az azt a modellt sugallaná, hogy itt mindenki a versenyben akar lenni, és a tetejére akar hágni, már pedig nem mindenkinek fontos, hogy ő a 10 emberből ő az első legyen, és nagyon jól érzi magát a csendes negyediken. Pontosan. Én baráti társaságaimban még régebben beszéltünk ezekről, meg próbáltuk magunkat betagozni ebbe az alfabéta omega rendszerbe, és nekem több olyan barátom is van, akik azt mondták, hogy ők nagyon, nagyon is jól el vannak azzal, hogy ők béták, hogy ők a társaság helyett nem hoznak döntéseket, hogy rájuk nem összpontosul akkora figyelem egy társaságban, nekik nem kell véleményvezérnek lenniük ott, nem Na, kell. De a bétát választják, aki az alfához vonzódik. Tehát ő mégis a versenyben, őt érdekli, hogy van egy alfa, és elismeri, és vonzódik nem hozzá. Gondolom, nem akar kívülállóként funkcionálni. Nem akar kívülállóként funkcionálni. A kívülállók azok jellemzően úgy szociális kívülállók is, tehát alapvetően aszociális emberek szerintem. Tehát ez az Aspergeres spektrum és hasonló figurák. Én nem gondolok erre az egészre úgy, mint egy versenyre. Nem gondolom, hogy ez egy létra lenne, amin fölfele kéne mászni. Lehetséges, hogy sok irányból ilyen kulturális benyomásaink jönnek, de ugye az alfa szereppel együtt nem csak az jár, hogy hú, de nagyon menő vagy, hanem az állatvilágban is, mondjuk egy csimpánz közösségben is a legnagyobb stressz faktor az az alfa egyedet éri. Ő az, akit folyamatosan kihívnak a pozíciójáért, ő az, aki a legnagyobb energiát vállalja ezért a pozícióért. Aha. Tehát ez nem feltétlen jó, főleg, hogyha egy nyugodt, csilles életet szeretnél folytatni, akkor nem ez a te szereped. Igen, de ez a stresszhez, ehhez presztízs is tartozik. Tudod, aki elviseli a stresszt, akinél a stressz jó helyen van, rá lehet bízni a stresszt, mert nem fog kiakadni tőle, mert elbírja a stresszt, tudod, és akkor a többek között ettől is alfa. Én azt olvastam egy evolúciós pszichológiai könyvben, hogy a nők azok ugye köztudottan az alfákhoz vonzódnak, de van egy csoport, amihez még inkább vonzódnak, mint az alfákhoz, ezek pedig azok a férfiak, akik a jövőben alfák lesznek. Hogy a nők elsőrendűen nem az alfát keresik, hanem a nők elsőrendűen azt a srácot keresik, akiben megvan a potenciál arra, hogy alfa legyen, szövetséget kötnek vele, és kvázi vele együtt hódítják meg azt a státuszt, az alfaságot. Igen, és részt vesznek az alfává válásban. És ezáltal egy olyan erős kötéssel kapcsolódnak az alfához, meg az alfaságához, amely kötés, majd ők rá merik bízni a kölyküket, amikor megszülik, stb. A családot, a fészket. Meg egy picit inkább, én inkább fordítva látom ezt, én azt gondolom, hogy a fiatalabb nők számára az egyértelműen alfák a vonzók, és az a vízió, hogy ebből majd egy jó bétát fognak faragni, aki funkcionálisan alfaként viselkedik bizonyos helyzetekben, de megvannak azok a béta tulajdonságai, hogy mondjuk jó családapa legyen belőle, ami az alfákra nem feltétlen jellemző. Konkrétan, bocsánat, azt írják a bétákról, csak hogy ezen is túlessünk, hogy azt mondják, hogy a béta kategóriába tartozó férfiak a legjobb férjek, és erősítem, amit mondtál, hiszen kedvesek, őszinték, ragaszkodóak, jellemzi őket a kiegyensúlyozottság, a türelem, és remek csapatjátékosok, ami sokat számíthat családalapításkor. Nekem egy bajom van ezzel az egész diskurzussal, az alfákról, meg a bétákról, meg az omegákról, hogy mi erről most itt ilyen konyhapszichológiailag próbálunk beszélni. Mert mikor nem? Ezen egyikünk sem szakember a témában. Ezen a nőklapja kafés nyelven, de valójában ennek a dolognak nem a pszichológiája lényeges. És akik alkalmazni szokták ezt a felosztást, azok nem pszichológiai érdeklődésből, meg az emberi lélektan, meg az emberi személyiség sokfélesége iránti érdeklődésből választják ezt, hanem önigazolásgyártásra használják ezt, és hogy itt ennek van egy nagyon, számomra nagyon bántó konnotációja, tudod? Ez a hierarchia, amiben mindenki a maga helyét keresi, és a maga pozícióját akarja
igazolni a közösséggel szemben, vagy a közösség fölött. Ez miért bántó? És hogy erre szó, hát azért, mert ez egy, ehhez tartozik egy ilyen kiválasztottságtudat, ehhez tartozik egy ilyen meghamisított értékvilág, amely szerint az alfa értékesebb. Az alfa az mivel hogy könnyebben csajozik, mivel hogy vonzóbb a csajoknak, tulajdonképpen egy jobban sikerült béta. Valójában... Igen, kifejezetten taszítanak az alfák. Szerintem ez a macsó sutyó viselkedés, egy kivagyiság, egy feltűnősködés. Ez én mindenféle kulturális... Kifejezetten kerülöm ezt. Mindenféle kulturális struktúrában, mindenféle kulturális kontextusban léteznek alfák és béták. Biztos lehetsz benne, hogy a legkulturáltabb operaházba járó hangversegyeket látogató. Tudományos munkát végző. Igen, Magyar Tudományos Akadémiának a berkeiben is léteznek alfák meg béták. Persze, bárhol... az állati rétegeit mindenki megéli, és attól emberi, hogy uralkodik rajta. Itt ez nem pszichológia, itt ez egy ilyen kiterjesztett állattan. Igen, de hogy, igen, de hogy tudod, mi itt elmondhatjuk kismilliószor, hogy a béta az teljes értékű ember, pont úgy, mint az alfa, tehát valamiért bétának hívjuk. Nem alfának. És az egésznek van egy félreérthetetlen, meghamisított értékvilága, hát ez... amiben a béta az, hát tudod, szeretne alfa lenni, de sosem lehet alfa, sosem sajátíthatja el azt a nívóját az egónak, mert itt tulajdonképpen az emberi minőség helyére állítjuk az egót. Mitől alfa az alfa és béta a béta? Hogy az alfa a maga alfaságában nem kételkedik, a béta meg még a bétaságában is kételkedik. Valójában ez a különbség, és akkor ennek mi, ami valójában egy ego felfúvódottság, ehhez mi hozzárendelünk egy ilyen értékvilágot, és azt mondjuk, hogy az alfa az jobb minőségű ember, még hogyha nem is értjük a dolognak a Thomas Manni jelentés rétegét, és nem úgy jobb minőségű, az egója kiterjedtebb, tehát mégiscsak ő jut hozzá a csajokhoz, tehát mégiscsak ő jut hozzá a jobb állásokhoz, tehát azért mégiscsak egy jobban sikerült béta. És tudod, ez a kasztrendszer, mert ez képez egy kasztrendszert a fejekben és a lelkekben. Ez az, ami nagyon bántó, meg nagyon, nagyon zavaró az én számomra ebben a felosztásban. Hogy ez csak a te fejedben képződik meg, ez a kasztrendszer. Hát csodálkoznék, ha csak az enyémben. Nem, szerintem akkor is megképződik, ha nem gondolunk rá. Hogy ez az állati réteg viselkedése, ha ketten akkor... vagytok egy szobában, már elkezd működni. Lehet, hogyha százan vagytok, akkor meg már nem működik, mert áttekinthetetlen. Akkor máshogy fogalmazok, nem lehet, hogy ezt kellene átugrani, meghaladni, ezt a szemléletet, amit te most itt elmondtál. Tehát ha az életünkben mondjuk elégedettségre, harmóniára törekszünk, akkor más koncepciók mentén kell, tehát ezt más koncepciók mentén fogjuk megtalálni. Nyilvánvaló, hogy nem az alfa élete a legharmonikusabb, hanem a legkevésbé harmonikus. Ebben a rendszerben, amiről most beszélünk, egy középbétának az élete lesz a legnyugodtabb, legharmonikusabb, valószínűleg legkiegyensúlyozottabb, legboldogabb. De nem a legvonzóbb. Mert ezek hát az értékek, amiket te itt most, mert ez már a kultúránkról szól, meg a közszellemről, vagy világszellemről szól, hogy ma a kapitalizmus viszonylatában értelmezzük a sikert és a kudarcot. És a helyzet az, hogy a kapitalizmus az alfának örül, a bétának nem örül annyira. Minden létező rendszer az alfának örült eddig, nem csak a kapitalizmus. Lehet, de tudod... A szocializmusban is igen, az de alfák tudod, érvényesültek, igen, de a kapitalizmus, és nem a béták. Igen, de tudod, minden rendszerben az érvényesül, aki a hajlandóbb a siker miatt nagyobb kockázatot vállalni, és azok kerülnek az aljára is természetesen a rendszernek. De, tudod, a kapitalizmust megelőző korokban még nem volt polgári társadalom, tényleges kasztrendszer volt, nem ilyen kvázi kasztrendszer, hogy alfák meg béták grasználnak, hanem olyan kasztrendszer volt, hogy voltak ugye a jobbágyok, voltak a... úgymond a városokhoz tartozó polgárság, és voltak a nemesek, meg az arisztokraták, ezek a
kasztok átjárhatatlanok voltak, hiába voltál alfa, ha jobbágy voltál, nem lett belőled sikeres ember a mai értelemben. Jobbágy felkelést szította. Igen, aztán... És jobbágy maradtál. Igen, és végül fölültettek a tüzes trónra, és jobbágyként haltál meg. Ennyi extra volt benne, hogy kivégeztek. De tudod, a kapitalizmus, meg a polgári társadalmak teremtettek egy olyan nyílt társadalmat, hogy Soros Gyuri bácsi kifejezés módjával éljek, ami átjárható, ahol legalul, ha valaki eléggé alfa és eléggé érzi magában az alfaságot, eléggé Tony Montana, föltörhet a csúcsok csúcsára, hogy onnan ugyanakkor átzuhanjon vissza. De hogy minden esetre ez az út, ez a omegák és alfák közti sztráda, ez bejárható. Ez ma már bejárható. És így nyert értelmet az, hogy ki az alfa. Hogy ma már belül vannak a képességek ehhez. Nem kívül, nem a világ hatalmaz fel téged arra, hogy elsajátíts egy pozíciót a társadalomban, hanem a te gátlástalanságot kvázi mennyire óhajtod a sikert? Mi mindent vagy hajlandó föladni a sikerért? Mitől alfa az alfa? Attól, hogy adott esetben az erkölcsi normáit is meghajlítja a siker mentén. Én azt hiszem, hogy ha itt nem egy torz értékvilág működne, akkor ez senkit nem tenne sikeresebbé, senkit nem tenne irigyeltebbé, senkit nem tenne magasabb társadalmi presztízsűvé, hogy adott körülmények között bármit fölad. Ez egy elvtelenség, valójában egy elvtelenségnek a terméke, és hogy ez a kapitalizmusnak ez a sikerorientált amerikai álomból gyökerező értékszemlélete valójában ennek a megalkuvásnak, ennek az erkölcsi megalkuvásnak a bibliája, valójában ennek a követelményrendszerét hordozza. Mindjárt kifejtjük akkor az omegát, és ami még az etológiából ismerős lehet, és aztán megemésztjük a gammát, a deltát és a szigmát is. Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Murányi Pállal itt a Spirit FM-en. Ahogy itt alfabétázgatunk, járjuk körbe, hogy végül is miből is építkezünk, mik ezek a megfigyelési pontjai a férfiaknak, vagy éppen a falkáknak. Az előbb azt mondtuk, hogy az alfabéta és az omega kategória az etológiában használatos, és a többit egy kicsit nőklapja káfészerűen kiegészítették, de mi ezt a kiegészített nézőpontrendszert élvezzük és kritizáljuk éppen. Mit tudunk az omegáról akkor először is? Az omega általában az érzelmileg labilisabb, túlérzékeny férfiakat jelenti, jellemző jár rájuk az álmodozás és az, hogy nem törődnek a valósággal, gyakran félnek, hogy nem tudnak megfelelni a feléjük támasztott elvárásoknak, és ez komoly szorongást okoz nekik. A gamma. A gammák intelligensek és tehetségesek, de mégsem mindig sikerül úgy érvényesülniük, mint alfa és béta típusú társaiknak. Éppen ezért sokszor nem az egyenes utat választják céljaik eléréséhez. Rendkívül jó barátok, gyakran kerülnek a kedves szomszéd srác szerepébe, de később kiderülhet, hogy nem olyan jó indulatúak, mint gondoltuk. A delta. Lehet, hogy korábban még alfák voltak, de a kor és a kudarcok miatt ma már másik kategóriába tartoznak. Zárkózott munkájukban és magánéletükben is bizonytalan férfiak, örök elégedetlenek. És végül a szigma, igazi magányos farkasok, az alfa típus teljes ellentétei. Gyakran elutasítóak a társadalommal, nincsenek barátaik, mivel nem szeretnek közösségekhez tartozni. Nehezen nyílnak meg, és jellemző rájuk a cinizmus és a gúny. Jó, hogy becsatornázzuk az előzőleg beszéltekkel, az alfabéta és omegával, amiről beszéltünk. Itt a most felolvasott rendszer szerint a szigma volt az omega az eddigi koncepcióban. Tehát az alfabéta egy dominancia tengely volt, és ezen az omega kívül állt. Itt a cikk, amit pedig most elemzünk, amiben a gamma, delta, szigma és omega is szerepel, ez további
tengelyekkel differenciálja ezt a dominancia tengely további jellemzőkkel, mint például a gamma esetében ez a sikertelenség, nem egyenes utat választják, ezzel behoznak ide egy morális tengelyt ebbe. De ettől még lehet, hogy alfa lehet, úgy, ahogy a delta meg egy picit mégis bétának hangzik egy lemaradt alfának. A deltánál azt írja, hogy korábban még alfák voltak, de a kor és a kudarcok miatt már másik kategóriába tartoznak, itt az időtengelyt hozza be. Tehát ezek a bukott alfák, ugye azt beszéltük, hogy az alfa az kockázatvállaló személyiség, és könnyen elképzelhető, hogyha folyamatosan egyes dob a kockán, hosszú időn keresztül, akkor ebbe beletörik mondjuk 50 éves korára ebbe az életvitelbe, és onnantól kezdve mondjuk egy ilyen megtört alkeszként folytatja az életét, és ahogy én értelmezem ezt a cikket, ez lesz a deltánk. A szigma volt ugye a kívülálló, aki nem vesz részt az alfák-béták dominancia harcában, és itt behoz a cikk még egy omegát, ami pedig ez az érzelmileg labilis, túlérzékeny férfi, ami meg, hát én nem igazán tudom értelmezni, hogy ez hogy mi hát módon alkot egy... Ego hierarchiának a legalján van. Hát annak a hierarchiának, amelynek a szellemében az alfák vannak a csúcson, őket követik a béták, na ennek a licitnek a legalján van az omega. Minden téren bizonytalan, labilis, túlérzékeny, pont az ellentéte az alfának. Valójában nem a szigma az ellentéte az alfának, a szigma az a skálának az ellentéte. Igen, az a skálán kívül áll, a dominancia skálán kívül áll. Az omega, az pedig hát az alfa ellentéte, valójában mindazok, amiket a társadalom vagy a kultúránk erénynek minősít, és az alfára jellemzőek, azok hiányoznak az omegából, illetve pont az ellentétük jellemző az omegákra. És akkor eszerint félnek, hogy nem tudnak megfelelni az elvárásoknak, folyamatosan szoronganak, bizonytalanok, nem tudnak dönteni. Ez a hamleti jellem. Uh-huh. Ami én Shakespeare-nél Hamlet az még nem a losernek volt a szinonimája, csak az mostanra vált azzá. Tudod, a Hamlet az a Krisztus által megérintett humánus ember volt. Tudod, az aki nem tudja eldönteni, de tényleg nem tudja eldönteni, hogy szabad-e bosszút állnia az apjáért, és ezáltal kockára tenni a saját lelkét, mert ha ő nem egy szellemet látott, hanem egy kísértőt, nem az apja szellemét látta, hanem őt megkísérti most egy démon vagy a sátán, akkor ő a saját lelki üdvét játssza el. Tudod, ez egy nagyon nemes lelkű embernek a története a Hamlet. A mai értékvilágnak a szemében Hamlet egy omega. A Hamlet egy döntésképtelen, szorongó, érzelmileg labilis, túlérzékeny, álmodozó, aki nem törődik a valósággal, csak az eszmék ködében botorkál, fél, hogy nem tud megfelelni, fél, hogy kudarcot vall, folyamatosan szorong, és végül a körméreig a sorsa. De egy bölcsész, egy filozófus lehet, vagy rosszabb esetben egy softboy, de amúgy tudod, ez a haverod lehet, akit leírtál, mert egy érzékeny ember. Abszolút, és tudod, itt meg egy omega. Tudod, aha, a legalja. Most, hogy elérkeztünk odáig, hogy minden legódarabot szétdobáltunk, amit ebből a cikkből kaptunk, azért így hagyd mondjam el, hogy a siker világában adják ezek ki ezt a sorrendet, és nem biztos, hogy mindenkinek a siker világában kell élni, vagy bárcsak nem, vagy mindenki értelmezze újra, hogy mit jelent a siker, hogy beoszthatja az idejét, igényei és az egészséges belső lelki világa szerint. Az óvodai jelek sem alfabéta, meg egyes, kettes kisgyerek, hanem lombos fa, meg pöttyös labda. Azok nincsenek sorban, bár lehet, hogy később azt mondja, hogy hát azért, az evolúciós fejlődésnek egy feljebbi szakasza voltál te, mert a mackó az később van, mint a lombos fa. De ott nincsenek sorrendrakva, és nyilván ez egy női magazinból származó, és egyébként is férfiakkal foglalkozó ilyen kasztrendszer, vagy csoportosítási rendszer. Mégis furcsa, hogy ugye a központjában az áll, hogy ki mennyire vonzó a nők számára. Ugyanis ebből meg az következik, hogyha ezt a lapot így odatartod valaki elé, aki mondjuk úgy érzi, hogy ő nem vonzó a nők számára, vagy mondjuk incelként azonosítja magát, és ő törekedett, de nem jutott partnerhez,
akkor ez alapján ő rögtön alfává akar majd válni, aki pont a hangadó, és a hangadót én hangoskodónak mondok, a kellemetlen ember a szobában, aki mindenhol kényszerűen mutatni akarja, hogy ő mennyire csávóból van. Pont az azoknak, akik erről organikusan lemaradtak, akik maguktól nem vonzóak, akik azt az attitűdöt nem tudom, nem ragadt rá a szurkos testükre a madártól formájában az, hogy ők vonzóak, azoknak nem az a recept, hogy akkor rögtön tedd szét a lábad, és hangosan üvöltözz, és köpködj szotyit, és te legyél a könyöklő csávó, aki senkivel nem udvarias, és azonnal felhívja magára a figyelmet. Tehát, hát hogy ez... receptként ezt aztán semmiképpen nem kéne használni. Itt ebben a cikkben annyi történt, hogy egy etológiai megfigyelést, vagy egy etológiai rendszerezést, ami amúgy az emberekre is működik, ezt így egy kicsit kiterjesztettek a mostani társadalom értékei szerint, és fölhabosították, és hierarchiába állították azt a három csoportot, amik egyébként nincsenek tényleges hierarchiában eredetileg egymással. Nem, ez is ebből a meghamisított értékvilágból fakad. Itt nem arról van szó, hogy kapunk egy struktúrát, mondjuk egy olyat, mint a asztrológia, ahol ugye nem úgy tartjuk számon a csillagjegyeket, hogy itt egy hierarchia lenne köztük. Tehát nem gondoljuk, hogy a rák az az ikreket ledominálja, vagy hogy a... Megeszi őket reggelire a filmcím szerint, mondjuk pont. Igen, a film vitatkozik. Az a skorpió, de... Igen. Majdnem ugyanaz a kettő. Igen. Olló. Igen, de hogy ezek a csillagjegyek, ezek... kvázi kiegészítik egymást, nem dominálják egymást. Egy kört alkotnak, igen, ami egyik, szintén érdekes. Egyik sem áll a másik fölött. Tehát arról van szó, hogy te, neked ezzel nem az a dolgod, hogy találd meg azt a kategóriát, ami lenni jó hajtasz, amire fel tudod gyúrni az egódat. Mondjuk én oroszlán szeretnék lenni, és én addig küzdök, amíg bakból oroszlánná válok, hanem az arról szól, hogy számolt ki, hogy mi az aszcendensed, vagy nézd meg a naptárban, hogy a születésed alapján melyikhez tartozol. Tekinthető ez egy játéknak, tekinthető ez egy meditációs objektumnak, már maga az asztrológia, meg a csillagjegyek, az azok, ahhoz tartozó zodiákusok. És szemlélődj a fölött, hogy mit tart ez az ősi tradíció arról, ami te vagy. Vagy ami te, a szerint te vagy. De itt ez nem olyan. Hát itt ez nem olyan, itt nem arról van szó, hogy végezz egy belső vizsgálatot, és gyere rá arra, hogy te valójában szigma vagy, te meg omega vagy, te meg gamma vagy, és fogadd el magad gammaságában, szigmaságában, szeresd és élvezd és ünnepeld a magad bétaságát. Ez nem erről szól, nem arról szól, hogy értsd és ismerd, ez arról szól, hogy légy alfa, és bármi más vagy, abban a problémát lásd, az akadályt lásd, az akadályát annak, hogy alfává válj. És lehetséges, mi ezt itt nagyon intelligens bölcsészek, mi ezt itt nem így értelmezzük, de a köznyelvben ezek a fogalmak, hogy alfa meg béta, ezek ilyen módon léteznek. És igenis az egy társadalmi, kulturális diktátum, hogy te alfa légy. Mert mi az állítás? Hogy az alfa erős kézzel markolja a sorsát, ellentétben az összes többivel, amelyiknek a sorsa az ujjai közt szétpereg. Ez nyomorult ez az elvárás, ugyanis nem lehet mindenki alfa, mi több, ha az állatvilágot nézzük, akkor egy lehet. És akkor, ahogy te minden szobában újra minősülsz, és ott is betagozódsz, tehát minden egyes terem, ahova belépsz, az egy új falka, amiben érvényesülnöd kell, ahogy ugye pszichológiai szerepeket is többet öltesz magadra, attól függően, hogy otthon vagy a munkában, vagy a tömegközlekedésen ülsz, vagy éppen vezetsz. És az, akinek sehol nem jut ki ez a nyomasztó elvárás, hogy alfáskodjon, az majd otthon lesz az alfa, mert a 2 éves gyerek, meg az 5 éves kislány, meg a 30 centivel kisebb feleség között megélheti az alfaságát. Na de kicsoda? Tudod, való-e az neki? Ő egy érzékeny figura lett volna, ehelyett az érzékenységéből dű lesz.
Mert tudod, nem érzelmileg nyílik lesz, meg, hanem a harag jön ki belőle, de miért, és így alfáskodik. Miért otthon. Lesz dű? Mert egy alfa alá vetette. Mert az ő a bétaságát nem tulajdonságként élte meg, nem úgy, hogy én rák vagyok, én meg ikrek vagyok, én meg halak vagyok, hanem ő ezt úgy élte meg, hogy hát ez az ő bétasága, ez az ő alávetettsége az alfáknak. És ebből következik az, hogy otthon, ahol meg dominálni tud, ott elsajátítja a tanult mintát, amit látott, ami vonzó volt az ő számára, és belép ebbe az alfa szerepbe. Csak a probléma az, hogy szóval, hogy nem is lenne baj, ha azt olyan egyszerű lenne kimondani, hogy én egy béta vagyok, és nem is akarok alfa lenni. De tudod, nem ilyen dacosan, hogy és én nem is akarok alfa, hanem egyszerűen csak kijelentő módban én egy béta vagyok, és nem is akarok, eszemben sincs alfa lenni. Nem nagyon jól érzem magam bétaként. A probléma az, hogy ehhez jellem kell. Ahhoz, hogy valaki ezt így kijelentse, ehhez már egy nagyon nagy fokú jellem kell. Na most hány amerikai álom személyiség hamisításával és a sikerrecepttel megfertőzött emberi psziché képes erre, hogy ezt a nívót elsajátítsa, hogy azt mondja, hogy nem jegyzem el magam a sikerrel, mert olyan árat követel, olyan személyiségromlást követel, amit nem vagyok hajlandó végrehajtani magamon. A probléma az, hogy mindenki alfává válni óhajt, ezért valójában az, hogy valaki béta, az a legsötétebb titka. Az mindenkinek, aki ebben a hierarchiában, ebben a céges hierarchiában érvényesülni akar, aki Szabó Péter kazettákat vagy CD-ket hallgat, aki motivációs tréningekre jár, aki az áttörés napját látogatja, ezek az emberek megtöltik kétszer a Papp László Budapest sportarénát minden évben. Az a probléma ezzel, hogy... Bocs, akik másodszorra töltik meg, ők egy kicsit béták. Az a probléma ezzel, hogy ezek a társasági szerepek annyira az állati énünkből fakadnak, hogy nem is lehetséges a béták számára az alfa státusznak az elérése. Ezt akik megpróbálják nekik eladni, hogy ezt így kell csinálni, ezek azok hazud. A trénerek is ilyenek. Meg ezek azok, akik jó. Hazudnak nekik, mert egyszerűen nem lehetséges. Föl tudja venni ugyanazokat a ruhákat, tud sok pénzt keresni, de az alfa szerepvállalás egy társaságban nem attól függ, hogy te mennyi pénzt keresel. Ez egyszerűen egy nagyon basic adottsága az embernek, aminek csak a külső jellemzőit lehet imitálni, és ez kognitív diszonanciákhoz vezet ezekben az emberekben. Ha olyan külső célokat határoztok meg, amit el sem érhettek, egyszerűen a típusotoktól is előtt, akkor folyamatosan szenvedni fogtok, hiszen egy elérhetetlen cél felé tartotok, azért dolgoztok, hogy olyanok legyetek, amilyenek nem is vagytok, és így ez elzár a boldogságtól valójában. Pontosan. De lehet, hogy sikert okozhatna, de hogy a boldogságot elveszted útközben, azaz a mindennapos elégedettséget azzal, amit van, és ez jelenti szerintem a legkevesebb szenvedést és a legkiegyensúlyozottabb hétköznapokat, ezt kapod. Ahogy a Robi mondta, hogy erős jellem kell ahhoz, hogy te beleállj abba, hogy akkor jó, hát akkor az etológusok rám, mint majomra ezt osztották, köszönöm szépen, én megyek csinálni a dolgomat. Én tök így vagyok vele, hogy osszon be valaki, elfogadom, de én nem az állati osztályozásban szeretnék plecsnit kapni, hanem az emberiben. Ennek ellenére nyilvánvalóan minden társaságban van nekem is egy viselkedésem, és akkor azt meg lehet ítélni. De amit a jellemesekről mondott a Robi, én nem tudom, hanyatszóra mondom, hogy azért szerencsére hülyék többen vannak, mint a genyák. Mert a genya az nagyobb baj szerintem, mint az, hogy valakinek kevesebb ész jutott. Viszont a genyák jóval többen vannak, mint a jellemesek. Az a legnehezebb művelet. Talán egy hete beszélgettünk itt a Gyurcsány filmről, az Elkurtukról, amelyben a Hannendrét játszó figura elmagyarázza
a főhősnőnek, hogy mi a különbség az értékesítés orientált és a piac orientált párt között. Az értékesítés orientált párt az valamilyen, és azt adja el. A piac orientált párt az meg felméri, hogy mire lennének vevők az emberek, és majd ő azzá válik, olyanná válik. Tulajdonképpen nem gondol semmit a politikáról, uralkodni akar, és majd az emberek eldöntik, hogy mi uralkodjon fölöttük. Valószínűleg minden párt az ötödik évtől kezdve már ide sorolódik be. Na igen. Mikor na rájön a csízi óra. A súlyos probléma az, hogy ez valójában a kultúránkkal történik, nem a pártstruktúránkkal, nem a politikával történik, és még csak nem is az emberi kapcsolatokkal történik. Ez a kultúránkra jellemző. Ugyanezt történik az emberekkel. Nem a személyiséghez rendeled a sikert, hanem a sikerhez rendeled a személyiséget. Ez a legfőbb probléma. Ez a problémák gyökere, hogy a személyiséget nem egy adottságnak veszed, amit próbáljunk a lehető legjobban kibontakoztatni és a legnagyobb sikerre vinni, hanem a sikerhez rendeljük a személyiséget, kvázi nekem sikeresnek kell lennem, kinek kell lennem, kivé kell válnom a sikerhez. Tehát alfává. Nyilvánvaló, hogy ez a, valójában ez a felosztás, most mi ezt megpróbálhatjuk megszelídíteni, meg pszichológizálni, de hogy valójában ennek az ego hierarchiának, meg ennek az ego törtetésnek a bibliája, az alfaság, bétaság, gammaság, deltaság rendszere. Arra szolgál, hogy te a sikerhez személyiséget rendelhess. És tudod, az alfa a siker, az alfa jelenti a sikert, tehát a személyiségemet kell alávetnem mindannak, amit az alfa alatti rubrikában olvasok. És tudod, ez a bajok forrása. Nem fog sikerülni, vagy ha sikerül, boldogtalanság, kognitív diszonancia, depresszió, stb. Lesz ennek az eredménye. Az a kérdésem itt a vége felé, hogy ha itt azt állítják, hogy a nők vonzalmát okozza az alfaság, vagy ez a hierarchikus rendszer, akkor tegyük már fel a kérdést, hogy és milyen nőknek a vonzalmát. Mert így elképzelsz egy ilyen 99,9%-os alfát, azt, aki a strandon ilyen vastag fuchsban a férfi csomagját igazgatja, ott egy ilyen igazi, igazi tűrhő. És áll mellette egy ilyen bikinis, hát valaki, aki tátogott a 90-es években valamelyik ilyen diszkó-pop zenekarban. Hogy ha ez a csaj kell, aki ezt a faszit akarta, akkor tessék, ott van az ajtó, és elő lehet adni az alfát, be lehet iratkozni egy puha táborba. De ha a szomszédlányt akarod, vagy a könyvmoly tetszik, vagy a cuki csaj kell, vagy a kifinomult és törékeny, akkor talán keresd meg azokat a csajokat, akik egyébként rád vevők, és akkor nem egy tűrhőnőt fogsz megszerezni a tűrhő viselkedéseddel. Amúgy minden tiszteletem minden tiszteletre méltó alfának, de tudod, amíg én nem látom az embert magát, azért én ettől a betűjeltől hadd ne dobjam el magamat. Nem kicsit, az embert kicsit. Kell látni, nem az embert kell látni, hanem a részvényeket, a részvénycsomagot, és annak az árfolyamát kell látni, az embert. Mióta nézzük az embert, és mióta minősít bárkit is az ember, meg az ő embersége. Ez az egész felosztás ennek ellenében jött létre valójában. A Robinak az alfa értelmezése az kicsit a high functioning, a részvények, meg a vagyon, a te alfa értelmezésed, meg ez a low functioning, ez a leszakadó néposztálynak az alfa képe. Tehát itt ugye a kulturális szinttől függ, tehát világos, hogy a nem tudom, a deklasszált rétegek számára tényleg mondjuk a nagy kigyúr tűrhő lesz az alfa, míg mondjuk egy felső középosztálybeli nő számára meg a részvénycsomag, a sikeres bróker, a selyemnyakkendő, stb. De továbbra is ezek az alfaságok, ezek ilyen külsőségek, amiknek alapvetően én azt gondolom, hogy a belső magabiztossággal, a valódi magabiztossággal nincsen közvetlen korrelációjuk. Meg tudod, ez a magabiztosság. Hogyan lesznek delták az alfákból? Úgyhogy túl sok volt a magabiztosság, kedves alfák. De hát mi alfák vagyunk, hát nekünk magabiztosnak kell. Hát igen, de azért az azért túl sok volt, kedves alfák. Ja, de hát hogy lehet túl sok? Hát elmagyarázta a Szabó Péter, hogy hát az alfának nem lehet, hát sosem lehet túl sok. Hát sok volt a kockázat, kedves alfa. Hát
legközelebb, de nincs legközelebb, tudod? Mert tudod, alfából lesz delta, de deltából nem lesz újra alfa. Ez így van, ráadásul 100 alfából valószínűleg 98 delta képződik, és 2 lesz az, aki alfaként megmarad később. Ja, és ráül egy ország nyakára. Ja. Köszönjük szépen a figyelmet, és köszönjük a zavartunk. Nem akartunk. Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk. És legközelebb újra megbukunk. Megmaradt hallgatóinkat, JD-t, Julient és Martint várjuk vissza itt, a Spirit FM-en, az önkényes mérvadó műsorsávjában.